Magyarország kormánya az idősügyi tanács kezdeményezésére a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. Bajta Sándorné 1925. május 21-én született Makón egyszerű paras családba. 90. születésnapját családja körében ünnepelte, az összejövetelen részt vett Farkas Éva Erzsébet Makó polgármestere is. Bajta Sándorné férjével egy makórákos királyhegyes közti tanyán gazdálkodással foglalkozott. Háztartásban voltam, és állattenyésztéssel. Papáltam, szénát gyűjtöttem, libát öntem, százat mindig egyedül. Két tehenet állandóan fejtem, még csak bírtam mindig. Juliska néninek 3 gyermeke, 4 unokája és 3 dédunokája van. Jelenleg legkisebb fia családjával él egy makórákosi családi házban. Ha jó az idő, kimegy a kertbe, valamennyi időre, aztán délfele ebédel. Szóval szeretném nézni, hogy éve ezt a nóta műsort, és akkor egyet pihendőt, hanem aztán még este pedig hűvösen még kimegy kicsit a kertbe. Juliska néni jó egészségi állapotnak örvend, elmondása szerint a hosszú élet titka a munka szeretete és a nyugalom. Az ünnepelt legszebb élmények kedvenc időtöltéséhez, a kertészkedéshez kapcsolódik. 2014-ben a Magyarország legszebb konyhakertje versenyen Fazekas Sándor minisztertől átvehette a Magyarország legtapasztaltabb kertművelője díjat. Ennek ezt nem is képzeltem el, nem én neveztem be, hanem a fiam, tudom, tudta négyből. És nagyon nagy öröm, hogy még a miniszterünkbe is eljössa, és annyi öleménye jön, hát ezt nem gondoltam. A születésnapi ünnepség egy időbe esett a részeges napfogyatkozással, amelyet az ünnepelt Farkas Éva Erzsébettel közösen tekintett meg.